Tiszadadán vagyunk a faluházban, és ugye régen a reklámokban lehetett hallani, hogy mindig történik valami, mint a Fehérvár áruházban. Nagy szeretettel köszöntöm Kovács Gézát, aki el fogja mondani, hogy ismét egy kiállítás nyílt, hogy tulajdonképpen milyen kiállított dolgokat láthatnak az ide látogatók, és kik is készítették ezeket. Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Hál' Istennek kezdünk visszatérni abba a régi kerékvágásba, amikor havi rendszerességgel, vagy azért legalább két havonta olyan rendezvényeknek adhatunk helyet, mint például ez a néhány héttel ezelőtt nyílt képzőművészeti kiállítás. Egészen pontosan ez a Kiskunfélegyházi Holló László képzőművész körnek a kiállítása, melynek közel 30 tagja állított ki településünkön a Holló László emlékhét keretében. Talán még azt érdemes tudni, hogy ez egy picit hosszabb kiállítás lesz, mint amilyet általában szervezni szoktunk, hiszen ez egészen július közepéig, mondhatni, hogy július végéig látható lesz, majd ezt váltja augusztus elején a 22. Holló László Nemzetközi Alkotótábornak az anyaga. Ugye elmondtad, ez Kiskunfélegyházi anyag, most tulajdonképpen Holló Lászlónak mindenütt van így kötődése, ahol használják a nevét? Holló László egy olyan, mondhatjuk így, hogy kultikus személyiség volt a magyar képzőművészetben, akinek három nagyon fontos település volt az életében. A szülőhelye Kiskunfélegyháza, a lakóhelye Debrecen, és az állandó, közel 30 éven keresztüli állandó alkotóhelye Tiszadada, amire ő azt mondta, hogy ez az ő nagybányája, ez az ő barbizonja, és igazándiból a lelke itt nyugszik meg, itt tud feltöltődni azokkal a témákkal, amelyeket szeretett. Itt készültek alkotásainak nagy része, 1927-től 1957-ig, majdnem 60-ig. Tehet tudni, hogy hogyan vetődött ide Tiszadadára? Témakeresés közben, mint számos művész, akik azóta is itt laknak Tiszadadán, témát keresett a megyében, és ő itt találta meg a tehenet, a parasztot, a lovat, a tiszát, a dolgozó embereket, az egyszerű földműveseket, a parasztokat, akiket nagyon szeretett megmintázni, alkotni, és tulajdonképpen az életének nagy része, vagy legalábbis egy ciklusa ezzel telik be. Ha már Holló Lászlóról beszéltünk, gondolom a település büszke rá, és voltunk már itt többször is, amikor láttuk, hogy emléktábla lett felavatva. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Holló Lászlót mi is magunkénak tudhatjuk, még néhány település mellett, és természetesen a gyűjteményünk a Holló László emlékházban található, amelyhez egy új ingatlan, helyesebben egy használt ingatlan sikerült vásárolni, de ez lesz az új hollóház, és reményeink szerint ez a jövő évben, mondhatom azt, hogy a következő Holló László hétre, a 2023-as Holló László hétre már felújítva és berendezve fogadhatja majd a látogatókat. Hány képetek van így, amit kifejezetten Holló László festett és a településnek adományozott, vagy kértek még a kiállításhoz kölcsön? Nem kérünk kölcsön. A gyűjteményünkben található 13 olajfestmény, illetve majdnem 70 darab grafika, amelyek egyrészt diópercsel, más része másfajta technikával készült, illetve a művész személyes hagyatékából, művészeti hagyatékából nagyon sok olyan használati tárgy, amelyeket napi szinten használt, és ugye ezek valamilyen formán egy kicsit ilyen kincsek és relikviák nekünk. Igen, mert aki ismert téged, az tudja, hogy te különösképpen harapsz az ilyen dolgokra, mert ha egy kiállítás van, nem csak kifejezetten a műalkotásra gondolsz, hanem próbálod a környezetét is valahogy idevetíteni. Hát mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ahhoz, hogy egy képben vagy egy alkotásban gyönyörködhessünk, ahhoz, hogy megértsük, miért és hogyan keletkezett, ahhoz ismernünk kell a hátteret, ismernünk kell az alkotót, ismernünk kell az alkotónak a személyes életét, a személyes kötődését, a munkásságát, és ha az embernek sikerül ezt a háttéranyagot is megismertetni a látogatókkal, akkor azt gondolom, akkor érje el a 100%-ot az a munka, vagy az az elképzelés, amit szeretne megvalósítani. Itt most, hogy körbenézzük, hát tényleg teljesen profi munkákról van szó. Nem tudom, hogy a festők mennyire profik, vagy csak amatőr szinten dolgoznak. Mit tudsz róluk? Mindig az a kérdés, hogy mihez vagy kihez képest viszonyítunk. Hozzám képest mindnyájan profik. Ez teljesen biztos, de mindannyian, akik ebbe a képzőművész körbe járnak, a maguk területén egészen kiváló szakemberek, ha szabad így fogalmazni, hiszen
a társaság nagy része Kiskunfélegyházán vagy tanulta ezt a szakmát, ha mondhatjuk így, grafikus, festőművész, illetve fazekas és éremművész, és ők valóban a profi művészek közé tartoznak. Hát akkor itt végül is mégsem amatőr munkáról van szó, de mondom, a bevezetőmben az előbb elmondtam, látszik, és nem csak festmények vannak, hanem tényleg vannak plakettek, kis térplasztikák. Igen, nagyon-nagyon szerteágazó ennek a képzőművészeti körnek az anyaga és a művészeknek az érdeklődése. Éppen ezért, ahogy említésre is került, számos anyagból, így bronzból, üvegből, vasból, illetve készülnek szobrok és plakettek, de a képzőművészeti technikák közül megismerhetjük a pasztellal, az olajfestékkel, vastagon és végnyan is megkent képeket. Azért mondom, hogy vastagon és végnyan is, mert vannak olyan nagyon-nagyon vastagon festett olajfestmények, amelyeknek már a, hát nem szabad így mondanunk, hogy megtapintásuk, de mondhatjuk azt nyugodtan, hogy elsősorban a gyerekek esetében, mert a gyerek úgy tanul, ha élményszerű ismereteket szerez, hogy húz végig a kezedet, de akár idézőjelben a látogató is, ha végighúzza a kezét egy vastagon szedett olajfestményen, vagy az olajfestménynek a felületén egy picit óvatosan, akkor megtapasztalja, hogy mennyi munka, mennyi festék és mennyi igyekezet van abban a képben, és miben különbözik egy vékonyan festett és egy vastagon festett kép. Jó ezt hallani. Géza, mit terveztek a jövőre nézve? Ugye azt mondtad, hogy évről évre megrendezésre kerül a festőtábor az idén. Ugye nincs járvány? Hamarosan terveink között szerepel egy nagyszabású keresztszemes kiállítás, illetve ez a keresztszemes kiállítás kettős kiállítás lenne, hiszen amíg az alkotó, egy keresztszemes hímzés készítő hölgy a szomszédos megyéből érkezik, addig közös kiállítást fog létrehozni a mi helyi alkotónkkal, Boncsér Árpád Holló László díjas szobrászművésszel, hiszen Árpi bácsinak a népi ikletéső figurái és a keresztszemes hímzések motivumkincse nagyon-nagyon jó összhangot alkot egymással. És egyébként a két alkotó szeretett is volna korábban közösen kiállítani, és ez most megvalósulás is fog kerülni. Hamarosan gyermeknapi rendezvényünk lesz, nagy rendezvény, majdnem mint egy falunap, 6 órás színpadi műsorral és mindenféle kísérőprogramokkal, és természetesen július 16-án pedig a minden évben megrendezés kerülő falunapi rendezvényünkre kerül sor. És természetesen csak egy szusztanyásnyi idő marad, és augusztus 1. és 7. napja között pedig megrendezésre kerül a 23. Holló László alkotótábor. Hát sok sikert mindezekhez, és különösképpen jó időt, hiszen nagyban befolyásolja az egész hangulatát. Hát mi általában jóban vagyunk azzal, aki az időt generálja, és tiszadadán nem szokott esni, ha rendezvény van.